Római katolikus családban születtem, erős katolikus neveltetést kaptam, minisztráns voltam. Csupán egyetemi éveim alatt én egy kollégiumban laktam, és a szobatársam egy szudáni fiú volt, aki muszlim hátterű volt. Na most addigra már én is elkutyultam, tehát épp olyan világi életet éltem, mint bárki más, aki diák. Diszkók, csajok, sör, stb. És ő is ezt az életet élte, más kulturális háttérből jövet, és megtaláltuk a közös szót, és sokszor információt cseréltünk a tanításról, ami mögöttünk állt. És egy átmulatott éjszaka után, negyed-ötöd évesek lehettünk, megkérdeztem, ő nagyon másnapos volt, hogy mi az arab nyelv csúcsa? Azért kérdeztem meg, mert ő tanított engem arabul, tehát gyakorlatilag társalogtunk, és ő azt mondta, a Korán. És akkor a fejembe vettem, hogy én ezt lefordítom. Nem azért, mert hogy én ilyen vallási átszellemültségben szenvedek, hanem neki akartam emléket állítani azzal, hogy te megtanítottál arabul, íme neked lefordítom ezt a szent írást. És ő hazament, élte az világát, és én kezembe vettem a Koránt, de nem értettem belőle semmit. Ugyanis ez nem egy újságcikk, nem egy mese, ami történetes. Minden egyes vers mögött van egy történés, amire a vers utal. Anélkül, hogyha az ember azt nem ismeri, akkor a vers értelmét veszti. És ezért 8 évbe került, míg az első Korán fordításom megszületett. Ezt be is mutatom, ez lenne az. Pakisztánban nyomták ki, az ED Foundation. Bennem mindig volt egy hiányérzet. Ugyanis ezzel azt bizonyítottam önmagamnak, hogy Balázs, te tudsz arabul, de még nem tudok iszlámul. Ugyanis ez egy szó szerinti fordítás, amit az ember kezébe vesz, vagy ért, vagy nem. És fontos volt, hogy tudjál iszlámul? Hogy ne lett volna fontos. Magam számára volt fontos, mert nem éreztem teljesnek. És kértem a Jóistent, hogy adjon még egy lehetőséget az életben, hogy lefordítsam még egyszer, de nem 8 év, hanem több évtized távlatában. És közben történtek velem dolgok, Afrika, Közel-Kelet, világjárás. Akkor állj meg egy pillanatra, hogy hogy lettél te muzulmán? Úgy lettem muzulmán, hogy Egyiptomban szolgáltam, egy cégnek a képviselője voltam, és az arabul beszélő Mihály. Az arabul beszélő agrármérnök, mert az is fontos volt, hogy kikerüljek először Líbiába, majd Egyiptomba, és delegációknak tolmácsoltam. És egyszer jött egy miniszteri szintű delegáció Magyarországról, és találkozott Issam Rádi öntözési miniszterrel Egyiptom. És szót követett, és Issam Rádi azt mondta, hogy fiú, te hogy tanultál meg arabul, stb., és mondtam neki, hogy, és hogy van nekem egy Korán fordításom is. Ő egy vallásos ember volt, és azt mondta, és biztos vagy benne, hogy az jó, hogy tudod az iszlámnak a szabályait, meg jogágait, egyebek. Mondom, bizonytalan vagyok benne. És akkor felhívta az Azhar, az Al-Azhar, az a szunnita iszlám egyik tudományos központja, 1000 éves intézmény. Az Azhar sejkét, akit annak idején úgy hívtak, hogy Jad el-Haq, Ali Jad el-Haq. És kért egy lehetőséget arra, hogy ő engem oda elvigyen és beszélgessen velem. Ez egy 2-3 órás beszélgetés volt, és Jad el-Haq azt mondta a végén, hogy fiam, mit csinálsz te itt? Azt mondom, hogy én egy céget képviselek, és délutánonként, esténként, akkor szabad vagyok. Na, akkor ide bejössz, és ezen falak között mi megtanítjuk azt a tananyagot, aminek a tematikája, ahogy mi tanítjuk, úgyhogy minden oszlop tövében, egy teremről van szó, ül egy vallástudós, az adott disziplína, tantárgy képviselője.
Az egyik arab nyelv, a másik irodalom, a harmadik retorika, a negyedik jog, és így tovább. 26 oszlop. És van, aki ezt 3 év alatt járja körbe, van, aki ezt 20 év alatt járja körbe. Nincs ez időhöz kötve, az a lényeg, hogy diskurzus alapján a tanulók körbeveszik a mestert, és amikor a mester azt mondja, hogy itt valami hiányzik, elküld könyvtárazni. Majd visszajössz, azt mondja, rendben van, mész a következő oszlophoz. Én 82 és 86 között jártam körbe ezt a oszlopsort, és gyakorlatilag ettől számítok úgymond sejknek. Engem úgy fogadtak oda, hogy nem voltam muzsulmán. És 83-ban vallottam meg a hitet. De hogy érezted meg, hogy ez a tiéd? Úgy, hogy tudod, amikor az anya tanítja a gyerekét, szavak, szavak, szavak. És utána a gyerek elkezd összeállítani, és megérti a szavaknak a kapcsolódását, logikáját, mondat, és akkor rájön, hogy gondolatokat ki lehet fejezni. Felépült bennem az iszlámnak a rendszere, a logikája. Én nem mondott ellent azzal, hogy én keresztényként születtem. Ugyanis a Korán 40%-a doktrína, akida, ami ugyanaz a doktrína, mint a judaizmus és a kereszténység. Ez a monoteizmus, a proféták elismerése, az összesé és a túlvilág tana. Ez a három, ez egy és ugyanaz, tehát hitbéli differencia nincs. A 60%-a az írott szövegnek, a Koránnak jog. Rossz nyelvek szerint sharia, és ezt mindenki félreérti, mert ez nem kéz- és láblevágás, mert az egy virtuális felhőben lévő jogelv, a sharia, amelyet minden adott társadalomra, helyre és időbe alkalmazni, levezetni kell. Ez egy tudomány, úgy hívják, hogy kiász, deduktív analógia, levezetések tana. És egész, és amit az iszlám jog alatt értünk, az nem sharia, hanem fiqh, az alkalmazott jog, a levezetések utáni jog. Az Al-Azhar Egyetemen kaptál egy diplomát? Nincsen írás erről. Vagy azt mondták, hogy Balázs, készen vagy. Azt mondták, Abdurrahman, ez lett az iszlámban a nevem, és készen vagyok, tehát gyakorlatilag ez volt a kikiáltása, nem diplomája, kikiáltása annak, hogy én ott tanultam. Ezzel a tudással elmehetnél mecsedbe, és hirdethetnéd az igét? El is mentem, hiszen ez egyik napról a másikra elterjed az iszlám világba. Tehát amikor ez megtörtént, azt tudták más helyeken is. Hogy van egy Abdurrahman. Van egy Abdurrahman, aki magyar, és aki ezt végigjárta. Na most, ha már itt tartunk, nagyon sok mecsedben nézzük Magyarországot. Vannak imámok, akik nem tudjuk, hogy hol végeztek, hogyan végezték, jól végezték, az, ahol tanultak, azt meg mennyire egyezik meg azzal, amiről itt beszélünk, Allah tanításával és a sok mindennel. Én ebben nem szeretnék belemenni. Miért? Azért, mert én körülbelül 20 éve nem tettem be a lábamat mecsetbe. És 94-ig voltam a Magyar Iszlám Közösség vezetője, és ott láttam azt, hogy mi veszi körbe ezt a kis közösséget. Muszlim alapítványok, idegen eredetűek, ilyen szervezet, olyan szervezet, holott maga az iszlám doktrínája tiltja azt, hogy egyáltalán szervezetek, számos szervezet jöjjön létre az iszlám nevébe, az iszlám egy, a hit. Na most, amikor láttam, hogy a szervezetek mögött meg politikum van, mert nem mindegy, hogy honnan finanszírozódik egyik, másik, és az mondja meg, hogy mit mondj, és a vallás nála nem cél, hanem eszköz, és nem a boldogulás, hanem a szolgaság eszköze, akkor én fölálltam, és azt mondtam, hogy bocsánat, nekem a vallásom az iszlám, nem a betegségem. Tehát ettől kezdve még továbbra is jártam mecsetekbe, de elkanyarodtam, különösen miután Afrikában, Közel-Keleten éltem, ott bölcsekkel találkoztam, iskolavezetőkkel találkoztam, de úgy éreztem, hogy ez mind
hogy mondjam, távolság van, és van egybefedés is, ahhoz képest, amit én azon az oszlopsoron tanultam. Én ezt őriztem meg. Ezt az utat adta nekem a sors, és ezt jártam végig. Egy piramisnak egy csúcsa van, de rengeteg oldalon, élen lehet feljutni a csúcsra. És mi azon veszekszünk, hogy melyik a legjobb. A csúcs a legjobb, oda kell elérkezni. A Korán, és ahogy alázatosan próbáltam magyarázni, a mai muszlimok legnagyobb kritikája. Gondolod, hogy örülnek ennek a magyarázatnak? Ezek tudod, mikor fognak előtérbe kerülni? Az igazi, a béke, a szeretet jegyében elhangzó hitelvek, hogyha ezek már leszámoltak egymással, és most már béke kell, most már jaj, most, amikor már megcsinálták egymást, nagyon durván mondva. Most előjössz ezekkel az eredeti hitelvekkel, a kutyának se kell lesz. Ott hagytuk abba, hogy 8 évig tartott a fordítása, aztán ugye tanulmányok, vándorlások, és ismét fordítása a Koránnak. Mert 30 éve elteltével? 30 évig gyűjtöttem hozzá anyagot, mindig amelyre kalandoztam, így mondjam, gyűjtöttem, láttam más megközelítéseket. És amikor én ide érkeztem, és említettem, ugye, hogy rám zárták az ajtót, ugye, akkor ez volt az egyik feladat, hogy letenni a második fordítást, ami 30 év eszenciája. Ilyen szempontból ez a világ első próbálkozása, tehát nem iszlám, a világ, senkinek nem volt kétszer fordította le egy fiatalkori és egy öregkori verzió. És ha érnék még 30 évig, ki tudja. Na, több millióan idézik a Koránt, és bebiflázzák az egészet. És mit értelmez belőle? Egy papagájt is meg lehet tanítani egy szövegre, és nem tud értelmezni semmit. Én többször voltam börtönben, Afrika, stb. Fehér ember célszemély. A legjobban ki tudja a BTK-t, a rab. Jobban tudja, mint az ügyvédje. Bebiflázza. Gyakorlatilag, amikor nekem csak biflázott szövegeket, amit bemagolnak, mondanak, az gyanús, hogy ott bűnöző van. Ezt nem mondani kell, hanem értelmezni. Nem azért kell segíteni a szegényt, meg adni az éhezőnek, mert Jézus mondta, meg Mohamed mondta, hanem azért, mert rohadt éhes. Ilyen egyszerű, de nem idézet kell, a szellemiségét kell átvenni. Ez nincs meg, a szellemiség.